Jó estét kívánok, kedves nézőink! Négy szemközt című műsorunk ma esti vendége Keller László, országgyűlési képviselő úr, aki ugye évről nézve a szomszéd választókerületnek a képviselője, de hát műsorunkat látják Sóskúton és Pusztazáboron is, tehát ott pedig otthoni térfélen mozog. A témánk pedig az a tegnapi sajtótájékoztató, illetve nem csak a sajtótájékoztató, hanem a téma, ami miatt a sajtótájékoztató is létrejött. Ez az Értés térsége, vízi közmű, Kft. Kisebbségi üzlet rész eladási, ugye így szokták összefoglalni, de azt a tegnapi sajtótájékoztatón is többször hangsúlyozta, hogy többről van itt szó, mint üzletrész értékesítésről. Kezdjük talán a dolog történetével. Mikor keresték meg először ennek a kistérségnek a városvezetői, hogy bizony itt problémák vannak, vagy problémák lesznek az ivóvízellátással? Hát először is engedje meg, hogy először vagyok itt ebben az érdi stúdióban, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a nézőket, és valóban úgy van, hogy Érd és a környéken elhelyezkedő települések szervesen összekapcsolódnak, nagyon sok területen, intézményi területen érintkeznek, és én azt hiszem, hogy az elkövetkezendő időben nagyon fontos, hogy jó kapcsolat alakuljon ki a hamarosan megyei jogú várossá váló Érd és a szomszédos települések között. Ezt mindenképpen előjáróban szerettem volna rögzíteni. Több évvel ezelőtt kerestek meg a polgármesterek azzal, hogy próbáljak én is, és Jánosi György Érd képviselője segíteni abban, hogy az ETV Kft., most rövidítsük így ezt a társaságot, az ETV Kft. Körül kialakult, bonyolult helyzetet sikerüljön megoldani. Az alapvető gond abban lehet megfogalmazni, hogy igazából amikor a díj megállapításra került a sor rendszeresen évente, akkor kialakult a tulajdonosok között, a tulajdonos önkormányzatok között, mert hogy az ETV Kft.-t önkormányzatok tulajdonolják, kialakult egyfajta feszültség. Többek közt odáig mentek már el, hogy ugye kezdetben a társaság perelte is mondjuk Érd önkormányzatát, és ez a feszültség, ez nagyon nehezen volt oldható, és hát az látszott a tulajdonos önkormányzatok részéről, hogy az ETV Kft. Működésével gondok vannak, nagy volt a veszteség, a költségek elszámolása az rendkívül aránytalan volt, erre most nem akarok példákat mondani, de az önkormányzatok látták azt, hogy itt nincs tisztességes költségkimutatás, költségelszámolás, és hát nagyon hiányzik az önkormányzatoknak az a fejlesztés, amit az ETV Kft. Adott esetben eszközölhetett volna már évekkel ezelőtt a területen. És ezért volt a megkeresés, hogy próbáljunk közösen, akik egyébként a választóktól felhatalmazást kaptak arra, hogy az ő dolgukat próbálják igazgatni, hogy közösen keressünk megoldást a felmerülő problémákra. Akkor összeültünk közösen a polgármesterekkel, és hát részleges megoldást úgymond találtunk, tehát hogy az önkormányzatok egymásnak nem feszülnek neki, nem akarnak bíróságra menni. Ez már egy előrelépés volt, tehát ez nyilvánvaló a hosszú távú megoldáshoz kevés volt. És hát évek teltek el, nem nagyon körvonalazódott az önkormányzatok részéről, mint tulajdonosok részéről, hogy mi lenne a jó megoldás. És ugye 2005-ben jelentkezett egy lehetőség, ez a lehetőség, ez nem egyszerűen üzletrész vásárlás volt, úgy, ahogy arra tegnap is utaltunk a sajtótájékoztatón, hanem a polgármesterek azt fogalmazták meg, hogy alapvetően meg kell változtatni az ETV Kft. Működését, hatékonyabbá kell tenni, racionálisabbá kell tenni, ezért szükségesnek tartják, és célként megfogalmazták azt, hogy legyen egy szakmai befektető bevonva a társaságba, tehát megmaradnak tulajdonosként az önkormányzatok, és társként bejönnek, vagy bejön egy szakmai befektető, aki egyébként az operatív irányítást is alapvetően meghatározza, tehát átalakul a Kft.-nek az irányítási rendszere, és ezen kívül az is cél volt, hogy jelentős fejlesztési forrásokat hozzon be a társaságba a szakmai befektető. Tehát ez egy komplex fejlesztési, működtetési elgondolás volt, ami szerintem egyébként példaértékű mások számára is, ahol még ezekkel a problémákkal nem tudtak megküzdeni,
és hát nyilván ebben a folyamatban legalább 8 önkormányzatnak egyet kellene érteni, ebből 7 önkormányzat egyetértett egyébként sok tekintetben, közös nevezőt megtalálták. Egy önkormányzat, aki igénybe vesz szolgáltatást, ez Biatorbágy önkormányzata, ő nem értett egyet ezzel a koncepcióval, de a 7 önkormányzatnak az egybehangzó döntésével a szükséges változások azok elérhetők. És hát nyilván ebben a folyamatban persze Érd a meghatározó, Érd, aki a legnagyobb tulajdonrésszel bír, és hát a legnagyobb feszültség jelentkezik Érd területén. Nos, hát így kerültem én bele, és hát mint országgyűlési képviselő az a legtermészetesebb számomra, hogy együttműködve az önkormányzatokkal a lakosság, több mint 100 000 fős lakosság érdekében próbáljunk megoldást találni. Ez vezérelt engem, és ez vezérel egyébként ma is engem. Ugye azt említette, hogy a 8 szolgáltatási területen található önkormányzatból, amelyik tulajdonos is egy valamelyest kilóg a sorból Biatorbágy, illetve van a maradék 7, ahol 5-ben elfogadták különböző mértékű viharok mellett ezt a javaslatot, mert például ugye Sóskúton 9-0 arányban fogadta el a képviselőtestület, de van 2, Török Bálint, illetve Diósd, ahol első körben leszavazták, és egyáltalán nem biztosítható a 100%-osan, hogy majd második körben át fog menni. Merre lehet tovább gondolkozni? 5 önkormányzat nem tudja megcsinálni? 5 önkormányzat nem tudja megcsinálni. Ugye sajnálatos módon ez egy kifejezetten pénzügyi, gazdasági szakkérdés, hogy egy korlátolt felelősségű társaság működését hogy lehet racionálisabbá, jobbá tenni. Ez sajnos nagyon átpolitizálódott. Mert hogy korábban Török Bálinton is és Diósdon is nagyjából egyetértés mutatkozott az önkormányzatot alkotó képviselők között, hogy ez az irány, amit most tulajdonképpen 5 önkormányzat elfogadott, ez egy jó irány, ezt meg kell valósítani. Sajnálatos módon ez az átpolitizáltság ugye most veszélyezteti a jó megoldást. Én persze nagyon reménykedem abban, hogy mind Török Bálint önkormányzata, mind Diósd önkormányzata a szükséges döntést meghozza. Most persze föl lehet tenni a kérdést, hogy mi van akkor, hogyha ez nem következik be. Hát nyilván az ETV Kft. Tovább fog működni, ugyanazzal a pénzügyi és egyébként műszaki veszteséggel. Nyilvánvaló, hogy azok, akik ellenzik, azok pénzt nem hoznak majd annak érdekében, hogy tőkeerősebb legyen az ETV Kft., hogy azokat a beruházásokat, amelyeket a befektető kilátásba helyezett, azokat kiváltsa. Ilyen forrásokat nem jelölt meg senki, aki ellenzi ezt a konstrukciót. Tehát most jelenleg az van, hogy van 7 polgármester egyetértésével egy kilábolást mutató konstrukció, és van egy politikai erő, amelyik ezt támadja, de használható megoldást nem biztosít. Tehát arra a kérdésére, hogy ha mondjuk nemleges a válasz, mi lesz, az egyenlőre nehéz megmondani. Senki nem gondol arra, hogy ez sikertelen lesz, ez az elképzelés, ennek a megvalósítása. Mert onnantól kezdve ugye nyilvánvaló, hogy ismét kezdődik előről az, ami évekkel ezelőtt elindult. Ugye továbbra is igazságtalannak tartja mondjuk Sóskút önkormányzata és jogosan az ő díj megállapításának az alapját. Nem fognak tudni megegyezni az önkormányzatok a díj megállapításba, továbbra sem fognak tudni tulajdonosként fellépni, mert ugye könnyű azt az ellenzőknek mondani, hogy hát az ETV Kft. Is meg tudja ezt csinálni. Igen ám, de miből? Az ETV Kft.-nek nincsenek meg azok a fejlesztési forrásai, amelyek szükségesek ahhoz, hogy mondjuk a 38%-os vízveszteséget levigye 20%-ra. Vagy egy nagyobb biztonságú szolgáltatást nyújtson. Vagy azokat a beruházásokat megvalósítsa, amit most a befektető kilátásba helyezett. Tehát azt mondom, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Nyilvánvaló, hogy egy sokkal nehezebb működési feltételek között fog működni az ETV Kft., biztos vagyok abban, hogy az önkormányzatok pénzt tőkepótlásként nem fognak bevinni az ETV Kft.-be.
tovább növekszik az a működési veszteség, vagy egy lényegesen nagyobb díjmegállapítást kell végrehajtani az önkormányzatoknak, ami pedig a választókörzetnek, vagy az én választókörzetemnek, de Érdnek a lakosságát is alapvetően fogja sújtani. Mert hogy most a díjmegállapításban is egy nagyon korrekt megállapodásig jutottak el a polgármesterek. Tehát most azok, akik ellenzik, azok hazavágnak gyakorlatilag mindent, hogy ilyen szlengesen fogalmazzak, és ezért elnézést kérek. Ez is elhangzott a sajtótájékoztató, meg logikus is, hogy azonos vízdíj mellett akkor tud nagyobb fejlesztési összegeket tartalékolni egy szolgáltató, hogyha már csak a mérete miatt tud olyan részeket csökkenteni, mint a fajlagos karbantartási költség, vagy a fajlagos adminisztrációs költség. Tehát ad abszurdum csökkenti az ETV Kft-ben meglevő karbantartási és adminisztratív létszámot, mert azt meg tudja oldani központilag. Emiatt itt a környéken, akik az ETV-nél dolgoznak, erősen aggódnak. Vannak-e garanciák a tovább foglalkoztatásukra, illetve hogyha az ETV így marad, ahogy van, akkor vannak-e garanciák a tovább foglalkoztatásukra? Hát nézze, 16. éve vagyunk a rendszerváltásban. Én azt gondolom, hogy a fő cél az kell, hogy legyen, hogy túl a munkahely megőrzésén, hogy hatékony és racionális legyen egy cégnek a működése. Szóval az túl nagy ár a lakosságot illetően, ugye még egyszer mondom, több mint 100 000 emberről van szó, hogy most egy nem hatékonyan, veszteséggel működő céget az ő pénzükből fenntartsunk. Nem arról van szó, hogy itt most az ETV Kft-t meg akarná bárki szüntetni, hanem meg akarja erősíteni. Tehát én nem hiszem azt, hogy nehezebb helyzetbe kerülnek a dolgozók, egy jobban irányított munkaszervezetben kell végezni a tevékenységet. Most persze lehet azt úgy felfogni, hogy most kinek az érdeke fontosabb, a 100 000 emberéje, vagy pedig az ETV Kft. Dolgozóké. Én azt mondom, mind a kettőjük érdeke fontos. De nyilvánvaló, hogy csak annyit ildomos megfizettetni a 100 000 emberrel, amennyi az nagyon indokolt. És hát ebből kell leginkább kiindulni, és hát érezzük mi azt, hogy az ellenzők táborát nyilván maguk az ETV munkatársai is gerjesztik, de hát nyilvánvaló, hogy itt nem lehet olyan munkaszervezeteket tartósan működtetni az adófizetők pénzéből, amelyek nem képesek hatékonyan működni. Ez mindenkinek a felelőssége. Tehát az ott dolgozóknak megvolt a lehetősége arra, hogy egy jól működő céget hozzanak létre. Nem az ő hibájuk egyébként, hogy ez nem jött létre. Mindenütt a fejlett országokban az a tapasztalat, hogy ilyen szolgáltatást, mint a vízszolgáltatás, a szennyvíz ellátó rendszer nem lehet 100 000 lakosra kiépíteni, kialakítani. Tehát egy nagyon természetes folyamat az, hogy egy sokkal nagyobb ellátási területen szolgáltató cég gyakorlatilag ezt a szolgáltatási területet is ellátja. Tehát ez egy teljesen normális és egyértelmű folyamat, miközben szeretném mondani, hogy az ETV Kft-t senki nem akarja megszüntetni, tehát továbbra is az ETV Kft keresztül menne a szolgáltatás, de azzal a háttérrel, amit mondjuk a csatornázási művek a fővárosban már eddig megteremtett és jelent. Tehát ez gyakorlatilag az embereknek jó, mert biztonságosabb lesz a vízszolgáltatásuk, a díj növekedés az kiszámítható, és nem egy magas díjról indul az egész számítás. 25 évre egy díjképlet rögzíti, hogy hogyan lehet emelni a díjat, és ebben a díjképletben az lett belefoglalva, hogy az inflációt nem meghaladó mértékű díjnövelés következhet csak be, és hát persze azt is őszintén el kell mondani, hogy van egy fix díj, amit meg kell fizetni, de hát ez nem nagy összeg havonta, az, ha jól emlékszem, ilyen 125 forint vagy 124 forint, mert hát ugye ott, ahol nincs fogyasztás, a szolgáltatónak ott is rendelkezésre kell állni. És hát innentől kezdve nyilván a szakmai befektetőtől várják azt az önkormányzatok, hogy a veszteségeknek a lefaragásával tegye hatékonyabbá
a cégnek a működését, és erre nyilván egy olyan hátterű cég, mint a Csatornázási Művek, erre úgy érezzük, hogy képes. Csak hadd mondjam, hogy ugye én Budaörsön is képviselő vagyok, az egyik városrészen szolgáltatott az ETV Kft. Tavaly levált róla Budaörs, és átadta a vízműveknek, egy másik nagy szolgáltatónak a területet. Azóta megnövekedett a szolgáltatásnak a biztonsága, mert nagyon sok vezetéket kicserélt a szolgáltató, és fele annyiba kerül a vízdíj az ott élőknek, mint egyébként. Most akkor lehet mondani, amit egyébként az ellenzők mondanak, hogy na majd most meg fogjuk mi fizetni Párizsnak a díszkutyait, meg a csobogókutyait, meg nem tudom milyen butaságokat mondanak. Hát én nem tudom, hogy mennyivel jobb az állapot, amikor kétszer annyit fizetnek a víz- és csatornadíjért, mint amikor felett. Én már említette ezt a párizsi csobogós témát, szóval volt egy olyan hozadéka ennek az átpolitizálódásnak, amit még a beszélgetés elején említett, hogy ön személy szerint rengeteg vád érte különböző elektronikus sajtótermékek cikkeiben, egészen a Veoliával való mutyivádakig is elmentek. Ezek tükrében megérte segíteni? Megpróbálni segíteni? Meg, hát én egy kényelmes álláspontot elfoglalhattam volna, amikor a polgármesterek megszólítottak, akkor azt mondtam volna, hogy gyerekek, várjuk meg majd a választást, és akkor majd utána foglalkozzunk ezzel, és akkor nem exponálom magam. Ez egy kényelmes állapot. De én nem ezt választottam, én nem erre kaptam felhatalmazást a választóktól. Tehát, hogyha egy döntési helyzet megérett, akkor függetlenül attól, hogy adott esetben az kedvező vagy kedvezőtlen rövid távon az ember számára, azokat föl kell vállalni. És engem az vezérelt, hogy nem az az érdekes, hogy most engem hogy fognak megítélni 2-3 hónap múlva, hanem hosszú távra az emberek számára milyen döntésben tudok közreműködni. Ez vezérelt engem, meg ez vezérel most is. Hát persze, akik támadnak, azért azt el kell, hogy mondjam, hogy megnéztem, valami keveset tettek a közért még eddig. Én nekem meg azért van egy 12 éves múltam e területen, és hát nyilvánvaló, hogy ezt azért az én választóim tudják értékelni, és tisztában vannak azzal, hogy én nem önös érdekek miatt szorgalmazom azt, hogy legyen megoldás. Hát ráadásul meg azért ne nézzük már le az önkormányzatokat. Hát azért itt volt 5 önkormányzat, amely végig következetesen látta azt, hogy mi lehet a kibontakozás. 2 önkormányzat is egy jó ideig egyértelműen látta, meg Diósnak a többsége ma is látja, csak nem volt minősített többség a döntéshez. Hát azért ne nézzük már le ezeket az önkormányzatokat. Hát ebben felelős emberek dolgoznak. Felelős emberek hozzák meg a döntésüket. Hát hogyha itt valamilyen elvtelen buli lenne, hát kizár dolog, hogy ennyi önkormányzatnak egyébként a nagyon tisztességes képviselője ezeket támogatná. Hát ez elképzelhetetlen. Hát ez az ügy, ez nagyon nagy nyilvánosságot kapott. Hát én nem tudom, hogy hányszor tárgyalták az én választókörzetemben meglévő önkormányzatok is. Érd is többször foglalkozott vele. Hát itt ugye abba is bele kell gondolni, hogy milyen felelősség terhel akkor bennünket, hogyha látjuk, hogy kedvezőtlen irányba mennek a folyamatok, és mi csak azért, mert a mi egyéni érdekünk az úgy kívánja, akkor nem foglalkozunk ezzel, és nem hozzuk meg a döntést. Ez gyakorlatilag az elmaradt haszonnak az elve, ezért is valakinek kellene vállalni a felelősséget. Én azt az utat választom, hogy következetesen mindig, amikor úgy látom, hogy az élet megkívánja, akkor bizony a szükséges döntések irányába elmozdulok, független attól, hogy ez most hogyan érint. Egyébként pedig nyilván azok a nemtelen vádaskodások, azok le fognak peregni rólam. Reméljük így lesz. Képviselő úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves nézőink, Önök Négy Szem Közt című műsorunkat látták, amelyben vendégünk Keller László volt.